fölpattadtunk a rollerre, és elindultunk az angol tanár felé. Novella. Édes Istenem, egy novella sebességével haladtunk. Odértünk az angol tanárhoz, ő már az ajtóban állt, és ragyogott. Vízcsepp. Mint egy vízcsepp. Nem, megkínált minket, nagyon meleg volt, úgyhogy megkínált minket vízcseppel, hogy esetleg szomjasak lennénk. Nyalogatok le magadnak. Egy liter vízcseppel. Sziasztok! Eljött az idő, hogy végre megcsináljam az építői kommentárt a Vissza a jövőbéről. Nagyon régóta húzódik a dolog, hát így hónapok óta, hát vagy időm, vagy kedvem nem volt, vagy mindkettő, de most összeszedtem minden erőmet és időmet, és megcsinálom. Mivel ketten építettük a pályát, ezért Kenry is fog érdekeségeket mondani, ő is itt van. Hey ho, Kenry vagyok! Egyébként lassan 4 hónapja vette fel ezt a hangot, és hát ezt a hülye beköszönést sehogy sem lehet normálisan bevágni, úgyhogy... Szóval, ha néha olyan furán hangzik az összevágás, akkor az azért van, mert külön vettük fel. Még egyszer. Hey ho, Kenry vagyok. Ez hogy lehet, hogy én pedig Csabusa vagyok? Na mindegy. Hol is kezdjem? Most mondhatnám azt, hogy nagyon fontos a hangulat, meg hogy különös tekintettel voltunk a hangulatra, meg mit tudom én, de szerintem tök felesleges, lassan már mindig elmondom. Inkább azt mondom, hogy egy feldolgozásnál, legyen az akár film, akár bármi más, úgy tudjátok hangulatossá tenni, hogyha minél több dolgot átvesztek. Tehát konkrétan egy Vissza a jövőbe pálya szerintem elképzelhetetlen óratorony nélkül. Az egy nagyon fontos része, helyszíne a filmnek. Szóval tulajdonképpen ezt kell meglátni, ezeket a nagyon jellegzetes dolgokat, és azokat bele kell rakni. Aztán ha ezt fokozni akarjátok, akkor megnézitek ezeket a kis apróságokat. Például, ha megnézitek, Lorraine apjának a kocsijának van rendszáma, ez nem sokat látszódik a filmben, meg hát ki az, aki megnézi a rendszámát, de én észrevettem, hogy látszódik, úgyhogy beleraktam. Ugyanígy Jennifer apjának a kocsijának is. Most meg fogjuk kapni azt, hogy kommunisták vagyunk, de igazából az egész pályát úgy építettük, hogy egyenlő munkaelosztásban. Tehát, hogy nagyjából mindenki azt csinálta, amihez ért. Szóval én építettem a külső tereket, az épületeket, a beltereket, tehát így az egészet. Csaba pedig megcsinálta a vezetékeket, a redstone részét a pályának. Bár egy-két helyen azért belekontárkodtunk a másik dolgába. Például, hogyha megépítettem valami easter egget, vagy rendszert, feladványt, akkor azt én redstone-oztam be. Illetve Csaba is segített a díszletházak megépítésében. Eredetileg a város körülbelül 3-szor ekkora lett volna, talán nem is mondtam túl nagyot. A neten találni Hill Valley-ról térképeket azok alapján csináltuk. Aztán, hogy haladtunk, kiderült, hogy egy kicsit túl nagy lesz, tele volt fölösleges utcákkal, ahol sosem ment volna el a játékos, úgyhogy azokat kivettük, és akkor így tömörebb, csak a lényeg van benne. Hát igen, nem szabad ész nélkül másolni. Egy nagyon apró kis érdekesség, hogy a városháza építésénél nem a filmet tartottam szem előtt. Akik ismernek engem, azok tudhatják, hogy van egy különös addícióm a Legókhoz, és a polcomon lévő Lego városházát néztem, mikor ezt az épületet megépítettem. Előfordulhat, hogy valamit nem tudtok megépíteni a pályán. Bár rengeteg lehetőség van a játékban, de azért megvannak a korlátai. Ilyenkor semmi gond, nyugodtan adjatok hozzá, vagy vegyetek el belőle. A lényeg, hogy a hangulathoz passzoljon az egész. Például én még egy levelet sem kaptam, hogy milyen gonoszak vagyunk, hogy ilyen nem is volt a filmben, vagy ez benne volt, de mi kihagytuk. Szóval azt hiszem, mi ezen a pályán jól sikerült ezeket a kis módosításokat véghez vinni. Például az egyik legnagyobb ilyen talán az, hogy ugye Marty elmegy Lorraine-ért, és akkor, mint a bába viszi őt, és akkor a parkolóban a kocsiban ülnek, és ott beszélgetnek. Aztán George jön és megmenti őt. Most hát úgy, ahogy van, ez ki van hagyva. A pályán, mikor odaérünk, épp George kiüti Biffet. Ez elég durva kihagyásnak tűnhet, de igazából senki se panaszkodott még miatta, szóval annyira nem is lényeges rész. A,
az egésznek a magja talán az, hogy kiüti őt, és akkor az benne van. Talán ezért nem érezte mindenki annak, hogy szembe megy a történettel. Építettem néhány olyan épületet, amely csak helykitöltő, mint például a krematórium, az állatkert, vagy az abszolút. Ellenben van egy sziget az iskola előtt, ahova úgy építettem meg a temetőt, hogy gyakorlatilag nincsen semmi poén betöltő funkciója, vagy nincsen semmi szerepe az első filmben. Szintén kisebb érdekesség, hogy Lorénék házánál a múltban, szintén nem a filmet tartottam szem előtt, a ház és a vele szomszédos három további, tehát ez a négy ház összesen ugyanis a Family Guy-ból van. Ez igazából később inkább átment egy ilyen easter egg irányba, ugyanis eleve úgy rendeztem be a házat, hogy Stewie titkos laborjától kezdve minden benne van, ami a Family Guy-ban megtalálható. A gitározós részek a pályán, biztosan emlékszik rá az, aki játszott vele. Nagyon megosztónak bizonyult ez a rész, ugyanis vagy nagyon tetszett a játékosoknak, vagy nagyon nem. Van oldalt egy ilyen átugrás gomb, ez eredetileg nem volt a pályán, azért került bele, hát nem azért, mert voltak, akiknek ez nem tetszett, hanem mert egy jelgenerátor működik a színpad alatt. Az intézi el, hogy folyamatosan jönjenek el a színes blokkok. És voltak írt nekem, hogy annyira laggolt tőle a játék, hogy egyszerűen nem tudja végigvinni ezt a részt, úgyhogy ezért került oda az a átugrás gomb, és ezért nem szeretek kalandpályákon órajelet használni. Meg kell említenem, ugyanis nem én lennék, hogyha nem említeném meg, hogy a pályáról ki lehet menni a Márti háza mögötti füves területen, ugyanis ott nincsen semmi, ami ebben megakadályozná a játékost. Erről folytattunk egy kisebb vitát Csaba pajtással, de végül is akkor ezt így annyival megoldottuk, hogy akkor mondtam, hogy építek neki kerítést. Azt mondta, nem jó. Úgyhogy nem építettem kerítést, ellenben ugye úgy se hagyhatjuk, hogy ott nincs ott semmi. Ezért egész egyszerűen le lett rakva két tábla. Az egyik magyarul, a másik pedig angolul hirdeti, hogy vigyázat, aknamező. Így a játékosnak valószínűleg meg sem fordul a fejében arra menni, kivéve aki olyan elvetemült. Valójában két helyen lehet elhagyni a pályát, már ha nem számoljuk azt, hogy a kerítéseken is át lehet mászni. Mikor készült a pálya, Kerry nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy ott a Marty mögötti rész, ugye ahol most az aknamező van, ott végig kerítés legyen meg. Fú, mi lesz, ha oda megy a játékos, elmegy és elhagyja a pályát is, és mit tudom én, micsoda. Én mondtam neki, hogy hát ez eléggé valószínűtlen, hiszen az összes küldetés ugye a városban mutat, a térképünk is csak a várost mutatja. Az a kevés, aki észrevesz, hogy ott el lehet menni, és esetleg el is megy, az is azonnal visszamegy, ha látja, hogy ott a világ vége. És hát a tökéletes példa, ő se vette észre, hogy a pláza parkolója mellett is el lehet húzni. A pályán kisebb probléma volt az, hogy a játékos éhezni fog, ugyanis hogyha nem éhezik, akkor az vagy azt jelenti, hogy kéne neki adnunk effektet, ami lehetővé teszi, hogy ne éhezzem. Ehhez azonban órajára lenne szükség, ugyanis halála után esetleg elveszítheti azt az effektet. A másik opció pedig az volt, hogy áttesszük békés játékmódra, ez pedig azért esett ki, ugyanis a szereplők nagyrészt csontvázak. Tehát ez nem lett volna egy olyan szerencsés döntés. Végül amellett maradtunk, hogy leraktunk két éttermet. Így utólag belegondolva véleményem szerint lehettek volna egy kicsit távolabb egymástól ezek az építmények, épületek, éttermek. Ugyanis, hát elég közel vannak egymáshoz, és nem hiszem, hogy a játékosnak annyi kedve van gyalogolni, pláne hogyha éhes. Amit én építettem, az azért lett KFC, ugyanis régi álmom volt egy pályán megépíteni egy KFC-t, és igen, nekem ilyen álomvilágom van. Csaba egy zöldségest épített, egy kicsit egyszerűbbre vette. Igen, a zöldségest én építettem, azért nem egy átlagos zöldséges, tehát kaktuszból meg TNT-ből készült dolgokat lehet enni. Én szívem szerint csináltam volna bele zokniból készült ételeket is, mert nagyon szeretek zoknit lakmározni, de Kerry nagyon tiltakozott ellene, nem tudom, biztos a cipőt jobban szereti,
Szóval annyira ellenkezett ellene, hogy végül abban sikerült megegyezni, hogy majd a következő részben lesznek zokniból készült ételek. A pláz előtti parkolóban egy távirányítóval kell elindítani a DeLorean-t. Ha megnézitek, akkor a filmben eredetileg ezt a Dokit csinálja, de szintén még senki sem panaszkodott, hogy hé, most hogy Martinak kell. De nem ezt akarom elmondani. Az érdekesség a dologban az, hogy eredetileg nem volt a tetején kerítés, viszont úgy láttam, hogy nagyon nehezen veszik észre a játékosok, úgyhogy hogy kicsit távirányítósabb legyen, meg feltűnőbb, ezért csináltam rá a kerítést, ez antenna akar lenni egyébként. Tudjátok, van az az easter egg, amikor a moziban meg lehet nyomni alulról egy gombot és kinyílik az ajtó, bent pedig egy versenyautó van. Nos, ez eredetileg nem easter eggnek épült. Amikor elkezdtük megtervezni a pályát és a városházát, valamint az azelőtti parkoló körvonalait megépítettük, akkor egész egyszerűen annyi történt, hogy Csaba beszélt unalmas dolgokról, én meg nem figyeltem rá, építettem egy versenyautót, aztán amikor Csaba megépítette a mozit, egész egyszerűen ott hagyta a versenyautót és beleépítette. Hát ennyi érdekességet szedtünk össze erre a videóra, remélem tetszett. Direkt nem köszönöm meg a megtekintést, csak azért, hogy Kenny szövege hülyén hangozzon, a kézikönyv óvjon. Nos, ennyi lenne mára, én is szeretném megköszönni a figyelmet, sziasztok! Ja, és hero! Dogi Andi következő mondata, a tévé megette a békát.